Na hát üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Erwo vagyok. És rácok, ugye bár, hogy az előbb ebben a kis poénos intróban jött egy csomag. Sőt, nem is akár mekkora fordítva. Így, mert találgálatos postásunk már kibontotta, szóval szed, de no prö. A címben már ugyebár lebuktam, hogy mi ez, de akkor el is mondom, hogyha valaki a címet nem figyelte. Új mikrofon, méghozzá stúdió szintén, és új mikrofonálvány, sőt, popfilter is jár hozzá. Na, viszont akkor srácok, szikém elől, és akkor kezdjük egy kicsomagolni a dobozunkat, fókusz, kösz, és akkor itt a dobozunk. Lehet, hogy kéne nekünk egy kis lámpaság, na egy pillanat is intézem. Meg is van oldva. Ez a... Jó. Szerintem ez lesz az állvány. Szerintem meg ez lesz akkor a mikrofon. Ez pedig látszik, hogy ez a popfilterünk. Nagyon jó, a doboz már nem is kell. Nagyon jó. Kezdjük akkor a popfilterrel. Hát igazából srácok, ezzel nem tudok mit mondani. Kimondtam. És akkor csak úgy van. De menő. Tetszik. Tök jó. Ez csak ennyi. Jó. Most ez vicc. Doboz van a doboz. Most really? Ez nem igaz. Jó. Akkor a doboz van a doboz. Vegyük is ki. Ó, egy állványtart, ez fog kelleni. Hopp, szökik. És maga itt az állvány is. Jó, ez is üres. És... Nagyon jó. Szerintem csomagoljunk ki. Ó, végre! Kaptam be a tetős gumit. Ez az. Tehát jó. És akkor... Ugyebár ez olyan, mint az előző mikrofon állvány, csak ez annyiban különbözik, hogy magának a popfilter résznek van kihagyva egy hely, ahol be lehet majd csavarni. A másik pedig az, hogy hát, igazából szerintem az ennyi a nagy különbség, de ezt nem tudom, össze lehet így teljesen csukni. Valahogy így. Ha nem nyílik szét, na jó. Kibontom akkor a... Remélem jó csörgős videót csinálok ebben. Kibontjuk a hozzávaló állványtartót, amit az asztalra lehet erősíteni. És a... Jé, még kaptam ilyet is, mondjuk ezt biztos, hogy nem tudom használni. Na, meg ilyen leesik valami szóra. És kibontjuk meg ezt. Így. Ugyebár ez a sima mikrofonnak a tartója. A mikrofon az egy Auna Mic 900B, azaz Auna Mic 900, a B az a Black, egy kondenzátoros mikrofonról van szó, és ebben a videóban még egy tesztet is fogom bemutatni. A két mikrofont fogom letesztelni, szóval letesztelem, ami van alapból, és letesztelem majd ezt is még egyben, mert hát, hogyha már kicsomagoljuk, bemutatjuk, akkor legyen már egy teszt is. Srácok. Amúgy srácok, ezt a mikrofont amúgy mindenkinek csak ajánlani tudom. Összes tartalomnak a linkje lent lesz a leírásban. Szokásos megoldás, doboz. A doboz van. Nagyon jó. Beszarsz. Ó, de jó. Nézzétek már. Egyedi doboz kaptam hozzá. És itt van. Auna Mic 900B. Ez a B, mint ahogy a Black, de... De hát... Itt is van. Na, de szerintem akkor ezt bontsuk ki, hogy áll ez. Jaj, de jó. Nagyon baba. Ez az. Amúgy ezt a csomagot drágálatos barátnőmtől kaptam karácsonyra. De már hamarabb kivontam, és minél hamarabb tudja veletek livestreamezni. És itt van, amire én várok már. Ez a mikrofontartó, benne egy doboz valamivel, vagy egy kis csomag valamivel, és
Itt van a... Dan-dan-dan. Milyen menő bőrtok van hozzá. Beszarás. Nagyon menő. Akkor egy használati útmutató. Nem fogunk használni. És nem, de bár. Jó, megszokott. Kábel. Ami viszont, sose tudom ennek a kábelnek a nevét, a leírásban valaki tudja, az nyugodtan leírhatja. Viszont ez, srácok, USB-s. Nem jackes, USB-s. Aminek nagyon örülök, mert a jackekkel már ki van a fele. Mondjuk annyi USB van hátul, mint az állat, szóval semmi gond. És ahogy látjátok, ez egy USB 2.0. Viszont ezt tényleg írjátok le, ez nem tudom milyen felé. Várj, fókuszálj oda. Úgy, ez nem tudom milyen felé. Na mindegy is, körülbelül akkor a doboz az ennyi. Bontsuk ki és nézzük meg a kis ajándékunkat. De szép. Na ez kell szintén a szike. És srácok, ez az Aunamic 900B. Szóval, ez egy kondenzátoros mikrofon. Jé, de jó, még izé is van hozzá. QR kód. Beolvasd, ne így. Jó, gondolom nem fogok videóba beolvastatni. Alul a csatlakozó, felül pedig itt majd jelez egy LED, amikor majd látom, hogy be van kapcsolva. Ja. Na de szerintem kicsomagoltuk. Bemutattam. Akkor szerintem csináljunk róla egy tesztet, de előtte szereljük így be. Na hát srácok, akkor most elkezdjük a tesztet. Most jelen pillanat az a BM800-as mikrofonnal vagyunk, jelen pillanat a jobb oldali mikrofon, amilyen aranyozott a rács rajta. Viszont, ugyebár ez a régi mikrofon, na de akkor most kezdjük is, és akkor váltsunk a másikra, ami pedig ez. Szerintem sokkal jobb a mikrofonnak a minősége, a hangja. Szerintem ez egy, hát úgy mondhatnám, egy csúcs kategóriás mikrofonról van szó. Hát azért igen, így a set 1-ben 35.000 forintról van szó, de hogyha jó minőséget és nagyon jó vételt szeretnétek, akkor én ezt mindenképpen ajánlom mindenkinek. Viszont még srácok, elfelejtettem egy valamit mondani. A BM800-as mikrofonnak a letesztelése, ugyebár ami lezajlott előbb, azon voltak effektelések, mert mocskos halk, viszont ezen az Aunamic 900B-n nincs semmilyen effekt, szóval minden effekt nélkül van használatban. Nem tudom, hogy milyen, egyszer fogjuk meghallani, konkrétan majd a videóvágásban én meghallom, ti pedig majd amikor nézitek. Srácok, minden link lent lesz a leírásban, ugyanígy a BM800-ról, az amiről eddig live-oztam, videóztam mikrofonról, és az Aunamic 900B-ről is le lesz a link a leírásban. Akkor srácok, igazából ezzel a teszten el is szeretnék köszönni, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni, a kis harangot bekattintani, mert mostantól ezzel a mikrofonnal fogom felvenni a live-jaimat és a videóimat. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, én Ervo voltam, sziasztok!